Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és a mai videóban folytatjuk a FIFA 365 bontást. Ugye a héten megnéztünk már egy kezdőcsomagot, most pedig, hogy bontsunk még több pakkot, arra gondoltam, hogy 15 csomagból rare vadászatot fogunk tartani, hát ha kijön mondjuk az Invincible, egy Topmaster, esetleg Momentumot fogunk nyitni. Úgyhogy itt is van a display, amiből már bontogattunk méghozzá a starter paknál, vagy utána is valami, nem, a... Mikor megjött a Panini doboz, akkor bontottunk, ha jól tudom belőle. Úgyhogy itt megvan már bontva, meg Renátonnak is adtam kölcsön pár pakkot. Kicsit itt el van szakadva, na de ne ezzel foglalkozzunk, szedjünk ki 15 csomagot a legújabb FIFA 365-ből. És jövő héten visszatér a Challenge csütörtök, srácok, jövő héten újra Csécsé a csatornán. Egy 2-3 hónapos kiadás után kivettem már 4-et, hogy kiveszek innen is 4-et, ez 8. Legyen még 2, örülnék, ha nem folyna ki, az 10, itt van 13, és legyen így 12, illetve szombatra is tervezek FIFA 365 videót egy közöset Renátóval, már ezer éve agyaltam, hogy egy ilyen amúgy básat hogyan lehetne felturbozni, hogy volt az a trend TikTokon, biztos láttátok, hogy egy argentin világbajnok, és olyan játékos kellett mondani, na itt majd kártyákkal kell nyitni, de is ezzel törődjünk most, hanem a rare vadászattal, számoljuk le a pakkokat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, úgyhogy meg is vagyunk, tudok számolni, úgy néz ki. Pakkokat ide félreteszem, bontsuk is az első csomagot, ugye 6 kártya van egy ilyen csomagba. Hát legyen velünk a szerencse, hiszen Topmastert 25 csomagonként, Invincible-t 50 csomagonként lehet nyitni. Momentumot meg ugyanúgy nem tudjuk, de szerintem az a 200 csomagos megoldás lehet, mint az előző szériába. Egyből egy Valverde, utána a Top Keeper Oblak, van még egy Homegrown a Lációból, utána egy Captain Walker. 4 csillogósos a csomag. Ja nem, már az első az egy teammate volt Valverde, 3 csillogósos a pak. Akkor is nagyon jó egy Elliot, illetve van még egy River Plate-es, de van, amikor 2 csillogós, lehet, hogy lesz olyan is, amikor 4 csillogós van benne, esetleg több kártya, az nagyon nagy szerencse, inkább legyen több, ugye, mint sem kevesebb. Van egy Veiga, utána egy Juventus logó, aztán van még egy fans favorite Rodri, utána egy Anderson, egy Joelinton, illetve még egy Soler a PSG-ből. Elég szolidra sikeredett ez a második csomag mondhatni. Na nézzük a következőt, itt kezdünk egy Gosens-szel, utána van egy Neres, aztán egy Bayern logó, van nekünk még egy Taylor Ajaxból, utána egy Pope kapus, illetve Grealish a Cityből. Hát nem nagyon akarnak jönni a Giant meg hasonló érdekes kártyák, de hát itt most úgyis a top masterekre vadászunk. Calhanoglu, utána egy jó Gavi, aztán egy Double Trouble a Marseille-ből, utána egy Sancho, egy Basics, illetve még egy Palmeirasos játékos a legvégén. Nézzük is a következő pakkot. Itt valami nagyon csillog, de hát szerintem az sima csillogós lesz. Na, mindjárt kiderül, van itt egy Benficás, így is van, itt egy Calhanoglu Magician kártya, utána egy Ajax logó, van egy Double Trouble a Benficából, utána egy River Plate-es, illetve még egy Balde a Barcelonából. Fogynak a csomagok azért, már 5-öt kibontottunk, ahogy elnézem itt a kupacot mellettünk. Na de, még mindig van esély mindenre, Lindström. Aztán van egy Botman Titan, utána egy Longstaff Homegrown kártya, van még egy Captain ugyanúgy a Newcastle-ből. Milyen Newcastle pak lett? 3 Newcastle-ös csillogós? Az nem semmi. Láció, illetve Pogba Juventusból a végén. Hát ez eléggé ilyen jó kis angol nyúlkeszülős csomag lett a 3 csillogossal. Majdnem azt mondtam, milyen fura, hogy vastag a pak, de hát 2 fogok össze. Úgy tényleg elég vastagnak hat. Na, utána jön egy Max. Ott jön, srácok, Aki! És ott is van Haaland Topmaster kártyája. Elképesztő. Élőben sokkal szebb, mint fotókon. Ez a dzsúvölös, most hát már Kickoffnál volt még a Juve-nél ilyen csillogás, de rettentően jól néz ki, ott van a digitális aláírása. Beadta az első Topmasterünket, nagyon jó, remélem jönni fog még a pakkokból pár. Rettentően király. Utána egy Juventusos kártya, van még nekünk egy Klassen Fans, illetve még egy Varane a Unitedből. Nézzük is a következő pakkot. Indítunk egy Ter Stegennel a Barszából. Aztán van itt egy Eriksen Magician, utána egy Barrios az Atletico-ból,
még egy fans favorite Leo, egy Messiás, illetve egy Nacho a Real Madridból. Nagyon király, sikeres a Real vadászat. Ettől féltem egy kicsit, hogy amúgy nem lesz sikeres, és csak kibontunk pár pakkot, bár akkor is érdekes, ha csak bontogatjuk a csomagokat, ott jön még egy Aaronson, Jimenez, ez hihetetlen. Lautaro Martinez, Topmaster. Dupla Real a videóban, srácok, hogy adogatja a display, te jó ég. Ott is van az öreg Martinez, ez egészen elképesztő. Nagyon szép, és ott a 365 felirat is, hogy el van rejtve a háttérbe, elképesztően jó. Van itt még egy Calabria, utána egy Arsenalos Double Trouble, Jesus és Saka, plusz még egy Rabiot a Juventusból. Van még hátra a csomag, és ha így adogatja, srácok, ki tudja, mit nyitunk még. Momentumot esetleg? Na nézzük. Van itt egy Götze, utána egy Gnabry, egy PSG logó, Captain Henderson, utána Bernardo Silva, illetve Mané még Bayernből, hát azért itt volt egy kicsi átigazolásos para, de ennyi baj legyen. Menjünk is egyből a következő csomagra. Van itt egy Laporte, aztán egy Saint-Maximin, utána egy Fence a Benficából, Rafa Silva, egy De Ketelaere, Pogba, illetve még egy David Alaba a Real Madridból. Hány csomag van hátra? Négy pakkunk van még, de hát én már teljesen meg vagyok elégedve, hiszen két Topmastert is sikerült nyitni 15 csomagból. Van itt egy Casemiro, Rising Star a Juventusból, utána egy Saka Fence Favorite, egy Giroud, egy Juventusos Junior, illetve még egy Mendy a Real Madridból. Következő pakra is menjünk rá. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fogjuk nyitni ugye az első momentumot. Van egy Ajaxos teammate, utána egy Dominator Haaland, egy Barcelona logó, van itt még egy fans favorite Acerbi, utána egy Turán, illetve a végén egy szőjünkű az Atletico Madridból. Utolsó előtti pakka videóban, ha valamit viríts még FIFA 365 Panini, kérlek, valami izgalmasat mutass meg nekünk. Savic, hihetetlen. Bassi, Invincible. Ez egészen hihetetlen. Mit történik? Valaki már az Expo-n ajándékozott nekem egy Invincible-t, úgyhogy ezt majd Renátot meglepem vele. De ez egészen döbbenet. Oblak, Van Dijk, Ferrat, illetve Lewandowski, három rare-t is sikerült levadászni. Mennyi van a displayben? Kiszedtem ebből a displayből az összeset? Egészen jól válogattuk azokat a csomagokat, srácok. Ti is, ha így egyesével veszitek rendesen boltban a pakokat, akkor minden eléből, hátából, közepéből szedjétek, mert úgy van a legnagyobb esély. Utolsó csomag, egy Pedri, aztán van itt még egy Titan Bastoni, utána egy Lációs Hangron, aztán egy fans favorite Murphy, még egy Choupo-Moting, illetve Mason Mount a Unitedből a végén. Hát srácok, ez egészen elképesztő. Én nem gondoltam volna, hogy három rare-t is sikerül kinyitni, kettő Topmaster, egy Invincible. Egészen hihetetlen, nagyon szépen néznek ki élőbe. Ez a teljesen arany dizájn nekem nagyon bejön, ugyanúgy megtartották a digitális aláírásokat is. Hihetetlen, megyek is őket, bepakolom az albumba. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, hogy nehogy lemaradjatok az ilyen izgalmas videókról. Jövő héten challenge csütörtök, és két hét múlva meg jön a kaja kihívás is. Teljesen megújítva az egész, szerintem nagyon izgalmas lesz, hogy a fejemben már kialakult mind a kettő, de többet nem árulok el, holnap találkozunk egy következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!